A spanyol John Rahm nyerte meg vasárnap a US Open Golf bajnokságot. A sportoló néhány héttel ezelőtt pozitív koronavírustesztet produkált, ezért kénytelen volt vezetőhelyről visszalépni az Ohioban zajló PGA tornától, ami még értékesebbé teszi számára a $2,2 millió díjjal járó győzelmet. Néhány héttel ezelőtt jó barátomat Phil Mickelsont figyeltem, ahogyan a PGA bajnokságban győzött, és sokat inspirálódtam belőle. Korábban is közel álltam a győzelemhez, de vasárnap tudtam, hogy a játékom alapján képes vagyok rá. Azon dolgozom, hogy ezt a jó vasárnapi mojót vigyem tovább, mondta el a győztes. A US Open a második legrégebbi golfbajnokság, amelyet 1895-ben rendeztek meg először. A 4 napos verseny csütörtöktől vasárnapig zajlik a kaliforniai San Diego tengerparti pályáján. A pénzdíjak tavaly óta nem változtak, így összesen $12,5 millió osztottak ki a versenyzők között.